Kezdődik a kivitelezés a Tapolca és Adi sétányon, mi újság a Fenyveserdő bölcsődében, és ki mit gondol a Kossuth utca felújításáról. Ezek e heti témáink. Jó napot kívánok! Ez a Pápavárosi Televízió fejlesztési hírmagazinja. A város velünk épül. Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel a Kankalin utca és a Tapolca sétány találkozásánál állunk, és itt közöttünk van egy TM jelzés, ezt én már megtudtam a kivitelezőktől, hogy ez azt jelenti, hogy tisztító akna és meglévő, vagyis ennek a csapadékvizes beruházásnak ez lesz az egyik végpontja. A másik végpont meddig megy el? Hát innen kezdődik a beavatkozási terület, és ez egészen a Kékfestő Múzeumnak a Kékfestő Múzeumig fog tartani. Mekkora területet ölel föl most majd a munkavégzés? Hát jó nagyot. Ugye itt egy egész komoly területen húzódik végig a valamikori Tapolcemeder mentén a beavatkozási terület. Hát ez megközelíti az 1 kilométert, ez a hossz. A fizikai kivitelezés az most kezdődik, de azért mi szaladjunk egy kicsit előre az időben. Mi lesz az eredménye ennek a 400 milliós beruházásnak? Hát az eredménye az az lesz, hogy egy régi probléma fog megoldódni, ami ezt a környéket sújtotta. Itt egy egyesített rendszerbe gyűjtöttük össze eddig a csapadékvizet és a szennyvizet. Abban az esetben, hogyha a csapadékvíz szokásosnál nagyobb volt, nem bírt el a rendszer, és akkor ez a túlterítődött rendszer kiürült a nyílt csapadékvíz elvezető árkokba, a Hóvirág utcánál, Ibolyi utcánál, és akkor ott minden olyasmi előkerült, aminek nem lett volna szabad. És most akkor szétválasztjuk a két rendszert? Két külön rendszer lesz, olyan, ami ennek a szabályok szerint lennie kell, csapadékvizet külön tudjuk elvezetni. Ugye ezáltal ez a probléma is megoldódik, illetve az is, hogy indokolatlanul nem növeljük a szennyvíznek a mennyiségét. Tehát ennek azért van egy hatékonyságnövelő eredménye, következménye is. A kivitelezés részleteit a kivitelező cég képviselőjétől fogjuk majd megtudni, de azért azt így mi laikusok is látjuk, hogy azért ez egy szűk beavatkozási terület. Mire lehet számítani? Legrosszabbra, hiszen itt munkavégzés lesz, és ezzel együtt kell majd tudni élni az itt lakóknak, de meggyőződésem, hogy azt a néhány hónapnyi kellemetlenséget, amit a beavatkozásuk okozni, meg fogja érni majd az eredmény. Egyrészt egy ilyen külön választott rendszer, másrészt pedig a megújult burkolat, amelyekkel majd azt követően közlekedhetnek. Na nézzük akkor a részleteket. Ahogy ígértem, tehát a kivitelező cég képviselőjétől tudjuk meg a beruházás, illetve magának a munkafolyamatnak a részleteit. Koroknai Róbertel állunk itt a Tapolca sétányon, ő a kivitelező cég tulajdonosa, ügyvezetője. Mi ez a sárga eszköz, ami itt mögöttünk van? Először is erről meséljen egy kicsit. Hát ez egy mérőállomás, eznek a segítségével tűzzük ki a nyomvonalat, a határokat, a tengelyeket, és hát ez már egy sokkal modernebb módszer, mint hogyha valaki egy sima szintezővel vagy mérőszalaggal végigszalagozná. Nem csak ez a szerkezet érkezett meg, hanem itt van már a kotró is, ami gondolom napokon belül munkába áll, és megkezdi majd a munka árkoknak a kiemelését. Gyorsan mondjuk el a részleteket, honnan, milyen irányba haladnak, mire lehet itt a következő napokban számítani az itt élőknek, erre közlekedőknek? Hát jövő héten a hétfény nappal kezdenénk el itt az előkészítő munkálatok után a konkrét kivitelezést, ami már az árok vagy földmunkával járna, és ugye a bentről jönnénk kifelé. Tehát a Szalmavári utcától jönnénk kifelé. Természetesen a lakókat is már értesítettük, meg ezután is értesíteni fogjuk. Megpróbáljuk a bejárásukat azért biztosítani, és de hát valamennyi kis fönnakadás azért biztos lesz, amikor mondjuk pont előttük halad el a munka. Egy zárt csapadék csatornával kezdünk, azt raknánk le itt ebbe ezen az utcába, ezen a szakaszon. Még utána az úton átmenve a másik az irányba, az Adi sétány felé, ott pedig egy betonelemes, betonfedlapos folyókának nevezett elem kerül elhelyezésre. Mindegyik útszakasz
új burkolatot kap utána majd a munkák végeztével. Ilyen szélességűt? Mert ez nem egy nagy vasz. Szélesebben. Ja, oké. Okay. Jó, szélesebb. Mert ez nagyjából egy kerékpár út szélesség. Nem, szélesebbet fognak kapni. Uh-huh. És hát ugye ez lesz majd a vége. A szerződés szerint december 8-án kell végeznünk, úgyhogy de valószínűleg azért a novemberi hónapban már. Igen, ott már bizonytalan a kültéri munkáknak az elvégzésének a lehetősége. Szakaszonként bontják meg majd a talajt, tehát ilyen rövidebb szakaszokat árkolnak, kifektetik le a vezetéket, igen, töltenek vissza, és aztán újabb szakaszokon? Igen, mindenképpen. Tehát nem az lesz, hogy az egész utcát végigássuk, és akkor majd itt lesz hetekig, hanem szakaszosan fogunk előre haladni, és akkor így rendbe téve mögöttes lévő területet tovább haladni megint a következő szakaszra. Egy ilyen nagy munka, mert azért ez ekkora területen azért ez nagyon nagy munkának minősül. Mi az, amit most ön így előzetesen kér az itt lakóktól? Tehát igazándiból talán egy kis együttműködést és megértést kérnék ma tőlük. Biztos vagyok benne, hogy ez meg lesz, és abban is biztos vagyok, hogy többször fogunk jönni majd kameránkkal, hogy megmutassuk, hogy haladnak a munkával. Jó. Köszönöm szépen. Rendben, én is köszönöm szépen. Projektzárásra készül a Fenyveserdő bölcsőde, ez egész pontosan azt jelenti, hogy nem csak az Európai Uniós fejlesztés fejeződött be, hanem azok a munkálatok is, amelyeket az önkormányzat rendelt meg, hogy az egész intézmény rendben megújulva fogadhassa majd a kicsiket. Eljöttünk, hogy megnézzük, hogy is néz ki a kész bölcsi. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jaj, de szépek lettek! Azt a készen van teljesen? Hát, kis nagyon apró simítások vannak hátra, de igen, most már kijelenthetjük, hogy kész a bölcsöde. Amikor legutóbb itt jártunk, én arra emlékszem, hogy akkor a kollégákkal éppen az új bútorokat rakosgatták be, vagy helyezgették el az új csoportszobákba, illetve a kolléganők itt kezdték rajzolgatni ezeket a nagyon szép fali képeket. Mi mindent kellett azóta elvégezniük itt még a projekt keretében? Hát, amint látszik, befejezték a rajzokat. Ugye akkor még szerintem csak ceruzával voltak az ábrák felrajzolva. Úgyhogy két kisgyereknevelő vállalta magára ezt a nemes feladatot nagy lelkesedéssel. Egyébként már voltak gyerekek, akik megcsodálhatták, ugyanis itt a bölcsődébe szerveztünk egy nyílt napot, ahol kisgyerekes családok jöttek el, megnézték a felújított bölcsődét, ismerkedtek a környezettel. Mit mondtak egyébként a nyílt napra eljövő szülők? Hát nagyon tetszett nekik az épület, és ugye már voltak szülők, akik nem egy, hanem már két-három gyermeket is hoztak a bölcsödébe, úgyhogy ők is látták, hogy azért ráfért az épületre a felújítás, és hát teljes mértékben elmondhatjuk, hogy a mai kor igényeit kielégíti a bölcsöde mostani állapota. Ugye két olyan plusz feladat volt, ami nem ebben a topos projekt keretében valósult meg. Ezek is befejeződtek? Ugye az egyik az a légkondicionálók felszerelése volt, illetve telepítése, a másik pedig az udvarnak a rendezése. Igen, ez így van, tehát befejeződött a légkondicionálók telepítése. Évekkel ezelőtt még itt a bölcsődei szakmai módszertanban annyira nem volt elfogadott a légkondicionálók használata, de már teljes mértékben a szakma támogatja az ilyen beruházásokat, és el kell mondani, hogy azért itt a délutáni nap ezt a bölcsödét telébe süti, nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy szerintem a gyerekek örömére és a dolgozók örömére fog szolgálni, hogy légkondicionáló van. A másik ugye az udvar. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez is felújításra került. Igazából már az utolsó simítások vannak az udvaron is. Jövőre már szerintem teljes pompájába fog virítani a füves terület. Nézzük meg akkor az egyik új csoportszobát, ahol Horváth Katalin vár bennünket, hiszen ott is a berendezések már minden a helyére került. Ez így. Tehát jöhetnének a kicsik akár. Ez így van.
Katával éppen arról beszélgettünk, hogy amikor a kamerával itt jártunk utoljára, akkor még a kollégákkal itt rendezgették az új bútorokat. Most egy teljesen kész állapotot látunk, és itt vagyunk az új csoportszobában. Milyen berendezések, felszerelések kellenek ide egy csoportszobába? A csoportszobába a gyermek méreteinek megfelelő butorzat, asztal, székek, játéktároló butorok, játékkonyha és mindenféle játékfelszerelés kell, ami a nyugodt játékkörülményet tudja biztosítani a gyermekek számára. Ez a fajta elrendezés, ez már a végleges? Tehát így lesznek, így lesz elhelyezve, így fogadják majd a kicsiket? Igen, ez most már úgy néz ki, hogy a végleges, de mindig változtatunk rajt a gyermekek korának megfelelően. Tehát most már tudjuk, hogy körülbelül másfél-két éves korú gyermekek fognak érkezni majd ebbe a csoportszobába, úgyhogy az ő életkoruknak megfelelő játékokat és butorokat és elhelyezést készítettünk, és ezt vettük figyelembe. Igen. Itt most ebben a helyiségben azt mondja, három asztalt, látok, 4-4 székkel, 12 kicsinek Igen. van hely. Ez egy ekkora csoportszobának a létszáma? 12, illetve lehet 14 fős is, ez szintén megint a gyermekek életkorától függ. Most 12-re rendeztük be, de reméljük, hogy akár 14 is lehet. Kicsi terasz is tartozik Igen. ezekhez a csoportszobákhoz, ez praktikus? Igen, praktikus, mert a levegőztetést, vagy ha visszatérve a csecsemőkre, vagy a kisebb gyerekekre, aki még délelőtt is alszik, és babakocsi van, vagy netán a kis ágyat, ki lehet húzni, és akkor így meg még jobban tudjuk neki biztosítani azt, hogy nyugodt körülmények között aludjon, meg mégis a friss levegőn nagyon fontos a levegőn tartózkodás, és a levegőn altatás pedig egy nagyszerű dolog a gyermekek számára. Egy nagyon korszerű vizes blokk is tartozik Igen. a csoportszobához, mindegyikhez külön kell, hogy legyen. Igen, kell. Milyen felszereléseket tartalmaz ez? A fürdőszobához tartoznak ugye a gyermekek számára megfelelő méretű mosdók, kis vécék, törölköző tartó, fogmosó pohártartó, illetve a lépcsős pelenkázó, amiről már nagyon sokat beszéltünk. Igen. Kollégákkal együtt felkészültek a gyermekek fogadására? Igen, és már nagyon várjuk. Igen, már nagyon várjuk, hogy mindenki, már a dolgozók is nagyon szeretnének visszajönni, és a szülők is már nagyon várják, hogy végre láthassák az intézményt. Júliusban kezdődött meg a Kossuth utca rekonstrukciójának második üteme. Ez a Márton István Petőfi Sándor utcától a március 15-et térig tartó szakaszt érinti. Jelenleg a bekötő vezetékek cseréje zajlik itt a Kossuth utcán, méghozzá a Deák Ferenc utca és a Márton István utca közötti szakaszon. A szakemberek a csapadékvíz, az ivóvíz és a szennyvíz vezetékek bekötő csöveit cserélik most újra. Ezt követi aztán majd a hosszanti irányú gerincvezeték kiépítése. Július óta tehát nagy a felfordulás itt a Kossuth utcában, és lesz még ennél nagyobb is. Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy az itt élők, itt dolgozók és erre közlekedők hogyan élik meg a Kossuth utca rekonstrukcióját. Mit szólsz ahhoz, hogy megújul Pápa sétáló utcája? Szerintem nagyon jó, meg így egységesebb lesz. Az első szakaszon szoktál sétálni? Azt láttad már? Igen. Hogy tetszik? Nagyon jó lett. Most nehéz itt közlekedni? Szerintem nem nehéz közlekedni, esetleg itt eső után, de amúgy szerintem mindig figyel az egyik ember a másikra, és nincsen felfordulás annyira. Július óta tart a második szakasza az utca rekonstrukciójának. Hát, hogyha most itt körbenézünk, jó nagy felfordulást látunk. Mit szól ön ehhez? Hát ez biztos, hogy hasznos az ember, nem? Hogyha kibírja, mert azt a részt már látom, rendbe hozták, úgyhogy
ez is majd most el fog készülni, gondolom hamarosan. Önnek tetszik egyébként a már elkészült első szakasz? Hát megmondom őszintén, nem jártam mostanában arra, de hát amint nézem, egész más, mint amilyen volt előbbre, úgyhogy érdemes volt. Sűrűn jár itt a Kossuth utcán? Hát eléggé. Itt vásárolok. Most ugye egy kicsit nehézkes itt a közlekedés, még igen, gyalogosan is. Gondolni pontosan, hogy melyik útirányt válasz az ember. Biciklivel meg különösen. Most a Mozi utcájába igyekszem, és ott biciklet tudok szállni. Van egy kis felfordulás itt a Kossuth utcán, ugye megkezdődött a felújításnak a második szakasza. Hogy látod te itt a munkálatokat? Hát elég szétszórtnak látom egyébként. Hát most esős időben főleg ilyen saras, és nem nagyon lehet erre közlekedni szerintem. De azért gond nélkül eljutottatok ide. Persze, igen, igen. A már megújult szakaszát ismered a Kossuth utcának, ami ott a főtér felől van? Ott már jártunk, igen. Hogy tetszik neked? Szép lett egyébként, tetszik, hogy ilyen zöldül az egész utca. Ez a szakasz, ami most ez a nagy felfordulás van, ez is ilyen lesz majd. Mit szólsz te ehhez? Örülsz neki, hogy megújul a sétáló utcait, pápám? Biztos szép lesz, meg dobba az egész városon majd a kinézetén. Ön sűrűn közlekedik itt a Kossuth utcán? Gyakran jár ide, akár vásárolni, akár csak áthaladni? Hát elég sokszor, hetente egyszer itt vagyok. Hetente egyszer itt van. Mit szól a felújításhoz? Ráfért. Röviden és tömören ráfért, úgyhogy az a része már, a másik része már nagyon szép. Az már nagyon szép. És mit szól ehhez a mostani felforduláshoz, amivel itt találkozott a Márton István és a Deák Ferenc utca között? Ez ezzel jár. Tehát én azt mondom, hogy ehhez alkalmazkodnunk kell, ahhoz, hogy szép legyen a Kossuth utca. Muszáj ilyen felfordulásba közlekednünk. Mit szólnak a Kossuth utca felújításához? Hát ez nagyon jó dolog lesz. És hála Isten, hogy szép lesz a Kossuth utca. Sűrű járnak erre felé? Hát mi nagyon nem, mert mi dudariak vagyunk, csak nyaralni jöttünk a nagyszülőkhöz, de örülök neki, hogy elkészül a Kossuth utca. De akkor valamennyire ismerős a pápa városa. Látták az első szakaszt ott a főtér mellett, ami már elkészült? Igen, igen. Hogy tetszik? Nagyon jól, szép. Reméljük a további is ilyen szép lesz. Július óta zajlik a Kossuth utca rekonstrukciójának második szakasza. Önök szinte nap mint nap itt vannak a csapattal és dolgoznak. Hogy látja a járókelők, hogy fogadják ezt a nagy felfordulást? Hát végül is a járókelőknek tetszik a dolog, a felújítás, csak türelmetlenek a járókelők. Figyelnek a járókelőkre? Muszáj, meg vannak itt emberek mellett, akiknek figyelni kell, hogy a tolatásnál nehogy probléma legyen. Sokszor segíteni kell a babakocsisoknak, hogy el tudjanak rokkolni, el tudjanak közlekedni, mert ugye ez a talaj nem arra való most egyelőre, hogy itt a babakocsikat tologassanak. És segítenek? Hát segítünk, hát mit tudunk csinálni? Van olyan sétáló, aki oda megy a munkagödörbe, benéz, hogy mit csinálnak éppen? Igen, vannak, jönnek, kérdezik, mi lesz, hogyan lesz, mikor lesz kész, a legtöbb kérdés, mikor lesz ez kész. Mondják, hogy az eleje szép, ugye szép, azt is mi csináltuk, de talából mindenki türelmet, legyen meg minden előbb.
2022. szeptember 1-től új parkolási rendelet lép életbe a városba. Ez egyrészt kiterjeszti a parkolási zóna határait, másrészt pedig módosítja a díjakat. Erről a rendeletről még a júniusi ülésen döntött a képviselőtestület. A részletekről pedig stúdiónk vendégeivel beszélgettünk, dr. Áldozó Tamás polgármesterrel és Mészáros Csabával, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetőjével. Jó estét kívánok, uraim, köszöntöm Önöket itt a Pápavárosi Televízió stúdiójában. Polgármester úr, mi indokolta a rendelet megváltoztatását, illetve az új rendelet megalkotását? Hát az a parkolási rendelet, amely ma is szabályozza a parkolást a városban, legutoljára generálisan 2011-ben módosult, közben egyes közterületek beemelésével bővült, ugye Jókai utca és a Korvin utca elsősorban. Egy 2011-ben megalkotott rendeletről van szó, amin túlhaladott az idő. Igaz ez a díjtételeje például, hiszen 2011 óta változatlanok voltak ezek a díjtételek, és azért 2011 óta nagyon sok minden változott. Ha egy példát mondok, 2011-ben 73.500 forint volt a minimálbér, ma meg 200.000 forint. Ugye 2011-ben 320 forint volt a belvárosban alkalmazott drágább parkolási díj ára, ami most majd 400-ra, illetve 300 forintra fog módosulni. Tehát sok minden változott. A díjakon túl, illetve a üzemeltetéssel kapcsolatos költségeken túl elsősorban a gépjármű használati szokások változtak. Sokkal több lett az autó. És mi azt látjuk, hogy a parkolási rendszernek azt a funkcióját kellett erősítenünk, amely azt hivatott szabályozni, hogy mindig legyenek használható üres parkolóhelyek a városba, és legalábbis a belvárosi környezet, az a szűkenvedt belvárosi környezet, az ne autók tárolására szolgáljon, hanem lehetőleg váltakozóan használják az igénybevevők, hogy legyen lehetőség eljutni üzletekbe, tehát tudjuk támogatni a vállalkozásokat, el lehessen jutni a hivatalokba, az ügyintézést segítsük, vagy bármely más intézményt könnyebb legyen megközelíteni. Azt is hozzátehetjük, hogyha nem parkolási díjból tartunk fenn egy parkolás céljára szolgáló közterületet, akkor tulajdonképpen adóbevételből tartjuk fenn. Ha adóbevételből tartjuk fenn, akkor pedig azt jelenti, hogy ezt mindenki fizeti. Fizeti az is, aki soha nem parkolt ott, fizeti az is, akinek nincsen gépjármű a tulajdonában. Míg ha fordítunk rajta, és attól kérjük el a fenntartással kapcsolatos költségekre a díjat, aki azt használja, akkor fizeti, aki pápaiként használja, meg fizeti az is, aki más településről érkezik ide a városba azért, hogy itt egy ilyen parkolási szolgáltatást igénybe vegyen. Ügyvezető igazgató úr, jelenleg ugye 10 alatt van azon közterületeknek a száma itt a pápai belvárosban, ahol fizetni kell a parkolásért. Szeptember 1-től ez közel 50-re emelkedik, itt utcákat, kialakított parkolótereket vagy tereket is megnevezhetnénk. Hogyan változik ezzel kapcsolatban a fizető parkolóhelyeknek a száma itt a városban? Ugye a jelenlegi, talán nevezhetjük így, hogy a régi parkolási rendszerben körülbelül 470 parkolóhely tartozik a díjfizető övezetekbe. Az új rendelet szerinti zónakiosztás az pedig úgy alakul, hogy az egyes díjövezet, ami ugye a főutcát jelenti, kb. 50 darab parkolóhely lett kialakítva. A kettes zónában, ami a belvárosnak talán egy ilyen szűkebb belső magját jelenti, ott mintegy 630, és a hármas díjzónában, ami jelenti a belvárosnak a külsőbb részeit, és magában foglalja egyrészt a várkerti nagy parkolót, meg például a Bástya utcai parkolót is, ebben a zónában közel 1100 új parkolóhely fog rendelkezésre állni a díjfizető övezetekben. Akkor már nagyjából el is mondtuk a körülbelüli határokat, de azért nevezzük meg, hogy melyik az a területe a városnak, ahol szeptembertől fizetni kell a várakozó járművekért. Az új díjfizető övezetet azt a Batthyány utca, Korona utca, Csatorna utca, Török Bálint utca, Főtér, majd a Gróf utca, Szabadság utca, Tókárt utca és a Jókai utca, illetve a Csókai csomópont határolja. Ugye ezen belül a szűkebben vettet, a kettes övezetet, azt a Cincasor, illetve a Bástya utca, a Korvin utca,
a főtér és a Kossuth utca és a Március 15-e tér, ez az egyik ilyen terület, a másik az a Csáki és a Szabadság utca között, illetve a Gróf utcától a Tókert utcáig terjedő terület, valamint ide tartozik még a Jókai utca is. Ez a kettes övezet, és ahogy már talán említettük, az egyes övezetbe pedig a fő utca tartozik. A fő utcáról majd még beszélni fogunk, hiszen ahhoz egy másik változtatásra, vagy egy másik rendeletre is szükség van, hogy ott ugye a parkolás ilyen formában megvalósuljon, de először még beszéljünk arról, hogy ami szintén változik a rendelet értelmében, az a fizetésre kötelezett időtartam. Így van, az új rendelet szerint a hétköznapokon reggel 7-től délután 6 óráig, tehát 18 óráig tart a díjfizető időszak, szombati napokon pedig 7-től 13 óráig. Van két közterület itt a közvetlen belvárosban, ahol most ilyen speciális parkolási, ingyenes parkolási lehetőség van. Ez ugye a Spár, a Kispárnak a parkolója, illetve a kórház előtti terület meghatározott része. Ott marad az ingyenes parkolás a most érvényben lévő szabályok szerint, vagy ott is kell fizetni akkor mostantól majd mindig? Az új rendelet ezt ugyanúgy szabályozza, ezt a két területet, mint a régi. Ugye azt tudni kell, hogy a Kispár parkolója esetében tulajdonképpen egy magánterületről van szó, hiszen ez az áruház üzemeltetőjének a tulajdonában van, aki ezt a parkolót átadta a városnak, illetve hát a városon keresztül a parkolást üzemeltető szervezetnek, ennek a parkolónak az üzemeltetését, és itt ennek megfelelően az ő kérésére alakult így a díjfizetés, hiszen ennek pontosan az a célja, hogy abban az egy órában azok vegyék igénybe lehetőleg díjfizetésmentesen azt a parkolót, akik azért érkeznek oda, hogy egyébként abban az áruházban vásároljanak. Ugye a kórház esetében is marad a korábbi szabályozás, tehát a meghatározott szakaszán a Jókai utcának egy fél órás ingyenes jegyet lehet vásárolni. Nyilván ennek pedig az a célja, aki egy rövid időre, akár látogatásra, vagy valamilyen egyéb egészségügyi célból érkezik a kórházba, vagy a rendelőintézetbe, azt ott akkor meg tudja tenni díjfizetés nélkül. Erről az új rendeletről, vagy erről a megváltozó szabályozásról ugye nagyon sokat beszéltünk, és még fogunk is a hatályba lépéséig, de aki esetleg erre nem figyel, az honnan fogja tudni, hogy fizetnie kell, ha bejön az autójával a fizetős zónába? Mi az, ami jelzést, tájékoztatást ad számára? Az elsődleges jelzést azt közúti jelzőtáblák fogják biztosítani. Ugye, ahogy elmondtuk, különböző díjfizető zónák vannak. A zónák határai lesznek megjelölve táblával, tehát azt fogja látni az adott autóvezető, aki bemegy egy ilyen zónába, hogy itt díjfizető zónába érkezett. Majd ez alatt a tábla alatt egy részletes tájékoztató tábla, egy kiegészítő tábla lesz, ami pedig pontosan részletezi, hogy ott abban az adott zónában milyen díjat kell fizetni, ahhoz milyen pótdíjfizetési kötelezettség társul bizony esetekben, és ezen kívül természetesen az elhelyezett parkolóautomatákon is lesz egy részletes tájékoztatás erről, illetve még ezen felül, ahol erre lehetőség van, a zónákon belül oszlopokra ilyen emlékeztető kis táblákat fogunk kihelyezni, ami felhívja a figyelmet arra, hogy az egy adott parkolási zónában található az a rész. Ilyen vonalakkal felfestett, mindenhol megjelölt, hogy na, itt parkoló van, ilyenre kell készülni, vagy ilyet tudnak? Nem feltétlenül mindenhol, hiszen ez a megoldás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogyha valaki belépett egy ilyen parkolási zóna területére a megjelölt tábla mellett elhajtva, akkor az egész addig, amíg egy parkolási zónának a végét jelző tábla mellett el nem halad, akkor ott abban azon a területen, egyébként a KRESZ szerint megfelelő módon bárhol leparkolva, ő ott a díjfizető parkolást veszi igénybe. Ugye három zónát, fizetős zónát határozott meg a rendeletben az önkormányzat, és ehhez különböző díjakat kapcsolt. Polgármester úr, mi az, ami meghatározta, hogy melyik zónába milyen díjat kelljen fizetni? Az előző rendeletben alapvetően két zóna volt, ahol fizetni kellett, most három lett. Valamikor évekkel ezelőtt volt egy olyan közmeghallgatás, amely a belvárosi vállalkozók és itt lakó kezdeményezésére tartatott, és amely arról szólt, hogy hogyan kellene módosítani az ő meglátásuk szerint a belváros közlekedési rendjét, és ezen keresztül a parkolási rendet is, és kifejezetten hát sürgették, hogy a főutcát a parkolási számára nyissuk meg. Ott egyébként nagyjából azt hangzott, hogy teljesen mindegy, hogy milyen áron, de lehessen a főutcán is megállni. Az elmúlt évek változásait figyelembe véve mi azt gondoltuk, hogy ezt a kezdeményezést, ezt megfogadjuk,
és a főutcába a parkolás lehetővé tesszük. Ugye azt látják most a pápaiak, hogy a felfestés már elkészült, bár a forgalmi rend augusztus 31-ig még a régi. Tehát nincsen behajtás egyelőre. És onnantól kezdve a forgalmi rend úgy alakul át, hogy majd a Gróf út felől lehet behajtani a főutcára, és a Böröcki-Nóbb irányába pedig kihajtani, tehát egyirányú közlekedésű lesz az utca. Tehát létrehoztunk egy olyan a legszűkebb belvárost szolgáló parkolási övezetet, ahol a legdrágább a parkolás, 400 forint per óra, és nem lehet rá bérletet váltani. Itt kifejezetten az a cél, hogy forgalomszabályozási szempontból pörögjenek az autók, akinek kell, az be tudja jönni, tudjon megállni, ügyet intézni, és utána beül az autóba, akkor tud tovább menni. A másik két övezet megváltozott, hiszen kiterjedtebb lett a belvárost szűken körbevevő és tágabban körbevevő övezet határa, és új területeket vontunk be. Itt mindig azzal kell számolni, hogy azok, akik autótárolás céljára veszik igénybe a belvárosi közterületeket, azok mindig keresik azt a legközelebbi, de még nem fizető helyet, ahol az autójukat tudják hagyni, és mondjuk például Győrbe járnak át dolgozni. Na most mi azt gondoljuk, hogy egyrészt nekünk nem kell győri multinacionális cégek számára ingyenes parkolási szolgáltatást biztosítani a pápai belvárosba vagy annak a közelébe. Másrészt mégiscsak kínálunk egyfajta szolgáltatást, csak annak megkérjük az ellenértékét. Tehát ez továbbra is lehetséges, de kínálunk rá fizetős parkolást is. És még gyorsan, mielőtt esetleg felmerülne, hogy erről nem beszéltünk, a mostani parkolási, új parkolási övezetek határán pedig várakozási korlátozásokat fogunk befejezni, mert nem szeretnénk az ott lakók védelme érdekében azt, hogyha például a Beke utca hirtelen átalakulna egy ingyenesen használható nagy parkolóvá. Mi azt gondoljuk, hogy ott az ott lakóknak van a megállásra szüksége. Tehát új övezetek alakultak így ki, kiterjedtebb lett a parkolási rendszer, komplexebb lett, azt gondoljuk, hogy így lehet egységben kezelni, és ehhez rendeltük hozzá a díjakat, amik egyébként alacsonyabbak, mint amilyenek a korábbi két övezet díjai voltak, hiszen 320 helyett 300 lett, és itt nincsen 11 éves infláció figyelembe véve, illetve a 240 forint körüli összegről most pedig 150 lesz, és ott sincsen figyelembe véve semmi inflációs változás. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy méltányos ajánlat ebben a formában azok számára, akik parkolni szeretnének. Arról beszéltünk, hogy a főutcára nem lehet bérletet vásárolni, az egy kiemelt külön terület, viszont a város többi fizető parkolójába lehet bérletet vásárolni. Milyen típusú bérleteket fognak kínálni majd itt az új rendszerben? Ugye az új rendeletben foglaltak szerint egyrészt különböző időtartamokra lehet mind a két zónába, az említett módon a kettes és a hármas zónába. Itt lesznek havi, negyedéves, féléves és éves bérletek, illetve két fő kategóriáját még megkülönböztetjük ezzel együtt a bérleteknek. Lehet venni rendszámhoz kötött bérletet, amint tehát rögzítve van egy autónak a rendszáma, és akkor az csak azzal az egy autóval lehet igénybe venni, illetve lehet vásárolni úgynevezett bianco bérleteket, ami nincs rendszámhoz kötve, tehát alkalomszerűen több különböző autóval is igénybe tudja venni azzal a bérlettel a parkolási szolgáltatást. Ugye emellett az adott parkolási zónában ingatlan tulajdonnal rendelkező és ott lakó lakóknak lesz lehetőségük arra, hogy egy kedvezményes bérletet vásároljanak. Itt ezzel kapcsolatban szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ennek további előfeltételei vannak. Többek között az önkormányzattól, itt a polgármesteri hivataltól kell hozni egy adómentességi igazolást, ami feltétele annak, hogy kedvezményes bérletet tudjon valaki vásárolni. És ugye van még egy úgynevezett kizárólagos parkolási bérlet, amit inkább parkolóhely megváltásnak is lehetne talán nevezni, ahol viszont egy konkrétan kijelölt parkolóhelyet tud valaki kizárólagosan saját magának egy bérleti díjformájában megváltani. Térjünk vissza még erre a kedvezményes bérletre, ami a belváros, illetve a fizető parkolós övezetben lévő ingatlanokra vonatkozik. Ki az, aki jogosult ennek az igénybevételére? Azt ugye hallottuk az imént, hogy kell hozzá egy adótartozás nem létét igazoló valamiféle igazolás, de most gondolok arra, hogy itt vannak azért üzletek, vannak azért vendéglátóhelyek, vannak lakások a belvárosban, ugye nyilván mindenki a
saját birtokához a legközelebb akarja tárolni a járművét, illetve a lakásoknál van olyan, hogy albérletbe kiadják a lakást. Szóval kié lesz a jog, aki ingatlanonként azt az egy kedvezményes parkolóbérletet megvásárolhatja? A rendeletben rögzítettek szerint jelenleg az vásárolhat ilyen bérletet, akinek a tulajdonában van az adott lakás, és ott lakik, és ugye kifejezetten természetes személyekről van szó. Mi van az idei évre már megvásárolt bérletekkel? Azt lehet-e használni, illetve hol lehet használni? Ugye az idei évben már megvásárolt bérletekre úgy rendelkezik az átmeneti szabályokban a rendelet, azok továbbra is érvényben maradnak a lejárati idejükről, de hangsúlyozottan csak azokra a területekre lesznek érvényesek, amire a megváltásukkor is szóltak. Tehát nem az új övezetek szerinti kiterjesztett területre, csak a régi rendelet szerinti, régi övezetek szerinti szűkebb, korlátozottabb területre. Vagyis, ha nekem van egy éves parkolóbérletem, az december 31-ig használhatom, de a Várkerti parkolóba, ha beállok, akkor oda meg kell vásárolnom a parkolójegyet. Így van, pontosan. Mikor és hol lehet majd új bérleteket vásárolni az új rendszerbe, hiszen nyilván nagyon sokan akarnak majd élni ezzel a lehetőséggel? Ja, ezen a héten egy új helyen nyitottunk ügyfélszolgálati irodát. Ez a Közszol Kft.-nek az Árok utca 7 szám alatt üzemeltetett ügyfélszolgálati irodájában van. Ezen a héten hétfőn itt már megkezdődött a bérleteknek az árusítása, tehát a továbbiakban itt lesz majd mód és lehetőség a bérletvásárlásra. Polgármester úr, ugye ügyvezető úr említette a másik kedvezményes parkolási hely megváltási lehetőséget, ez a kizárólagos parkolási bérlet. Erről olyan nagyon nem hallottunk. Ez egy új lehetőség? Nem, ez eddig is létezett, és ez parkolóhely megváltásnak nevezzük, inkább egyébként majd módosítani fogjuk a rendeletbe is ennek a megnevezését, mert így sokkal egyértelműbb. Kizárólagos parkolóhelyet eddig is meg lehetett váltani, a közterület használati rendelet erről rendelkezett, és meg lehet váltani egyébként a parkolási zónák területén túli parkolóhelyre is, tehát mai nap is, hogyha valaki szeretne egy lakótelepen egy parkolóhelyet kizárólag a maga számára megváltani, akkor erre ma is van lehetőség. A nem fizetős területen is. Nem fizetős területen, így van. Ezzel ugye azt az előnyt éri el, hogy az ő autója állhatott, és csak az ő autója állhatott mindig, másé nem. Egyelőre még ezzel nem éltek a városba. Vállalkozások már igen, mert vannak olyan vállalkozások, akik váltottak meg az üzletük előtti területből az üzletforgalom céljára ilyen helyeket. Tehát nem új az intézmény, ez egy régi. Én azt gondolom, hogy viszont felértékelődhet itt a belvárosi környezetben, és én arra számítok, hogy ennek lesz kereslete, tehát lesznek olyanok, akik ezt meg fogják majd váltani. Azt is szeretném mondani, hogy aki egy ilyet megvált, akkor azzal tulajdonképpen egy kulcsot kap a helyhez. Ugye fizikai akadály lesz, amit ő azzal a kulcssal tud majd kiiktatni. És ott olyan autóval áll meg, amilyen autóval akar. Tehát arra nem kell bérlet, hiszen ő a helyet vette meg. A helyet, azt az egy kifejezett helyet, és nem egy bérletet vett, amelyekkel bárhol helyet keresett magának az adott zónán belül, vagy a drágább bérlettel ugye a másik zónában is. Tehát azon a helyen bármilyen autóval megállhat, a bármilyen alatt értendő olyannal, amivel be lehet hajtani a belvárosban nyilván. Tehát azért ott azért korlátozások továbbra is érvényben lesznek. Viszont akinek ilyenje van, az a fizetős övezet másik helyszínén nem állhat meg díjfizetés nélkül. Nem, mert őnek nincs bérlete. Őnek egy helye van, ő azon a helyen állhat meg. Polgármester úr, az önkormányzat a soron következő képviselőtestületi ülésen módosítja majd a belváros közlekedési rendjéről szóló rendeletet, illetve tervezi módosítani. Ugye erről már, ezt már érintettük itt a főutca kapcsán. Akkor a főutcán kívül mik azok a belvárosi helyszínek, amik ebben itt most érintettek lesznek, és milyen módon? Magát a parkolási rendeletet is módosítani fogjuk. Ugye szeptember 1-i lép hatályba ez a rendelet, de már módosítjuk, és viszont a módosítás azonnal hatályba fog lépni, tehát mindjárt az ülés után jegyzőasszonnyal aláírjuk és kihirdetjük a helyben szokásos módon. A módosítások egyébként mind az igénybevevők előnyére fognak válni, tehát nem határozunk meg új kötelezettséget, és nem kell tartani attól, hogy valamit nehezítünk a rendeletnek az alkalmazhatóságán. Például az egyik módosítás az lesz, hogy jelenleg naptári évre váltható éves bérletről szól a rendelet. Ezt módosítani fogjuk éves bérletté, ami azt jelenti, hogy ha valaki
egy évig szóló bérletet akar váltani, akkor 365 napra szóló bérletet tud, és hogyha november 15-én váltja meg, akkor az a következő év november 15-ig fog tartani. Tehát nem korlátozzuk le, mint ahogy most van, hogy január 1-től december 31-ig szól az éves bérlet, és ugyanez a rugalmasság igaz lesz a fél évre, 3 hónapra vagy 1 hónapra megváltott bérletekre, tehát azok 30 napig, 182 napig és 365 napig fognak akkor érvényesek lenni. A kizárólagos parkolóhely fogalmát fogjuk megerősíteni, ugye amiről most itt szintén szó esett. A Világos utca egy szakaszát ki fogjuk venni a rendelet hatálya alól, azt a szakaszt, ami a Korona utcán túlnyúlóan már nem lesz része az övezetnek, ugye ez egy olyan utca, amelyik átnyúlik az övezeti határon. És én még elő fogok terjeszteni egy további változtatást, azt gondolom ez érdemi és lényegi változtatás. Az ingatlan tulajdonnal rendelkezőek számára 50%-os kedvezményt határoz meg a rendelet az éves bérlet megváltásakor. Most? Most, ezt szeptember 1-től 75%-ra fogjuk változtatni. Ez azt jelenti, hogy, hogy lényegesen kedvezőbb lesz számukra a bérlet, hiszen a mostani 50 ezer helyet 25 ezer, 37 ezer 500 helyet pedig 18 ezer 750. Azt gondoljuk, hogy a rendelet bár nem lépett hatályba, de a rendelet elfogadásához képest annyi változást kénytelenek megélni a polgárok, hogy ezt újra gondoltuk. Tehát amikor a rendeletet elfogadtuk, akkor még például nem volt az energiahordozók drámai árváltozása, nem látszott ekkora teher nehezedni a családokra itt a városban, és úgy gondoljuk, hogy egy mérsékeltebb díjjal fogunk most akkor megjelenni. És ami nagyon fontos, és akkor majd változni fog a behajtási rendelet is, tehát a belváros közlekedéséről szóló rendelet. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye az új parkolási rendszer új parkolási szabályokat vezet be. Ez ebből egyértelmű. A KRESZ szabályai továbbra is érvényesek. Azok nem változnak. Tehát azzal, hogyha én nem a fizetőparkolóban állok meg, hanem zöld területen állok meg, akkor kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg az ott megálló autó, amely szankciót von maga után. Abban az esetben, hogyha a járdán állok meg, azzal a KRESZ szabályait sértem meg, hiszen járdán csak akkor szabad megállni, hogyha az külön tábla lehetővé teszi. Amikor most készítettünk egy rövid anyagot a Bástyán, azt láttuk, hogy tömegével parkolnak autók a járdán. És erre fel kell hívnunk a figyelmet, hogy ebből baj lesz. Tehát a KRESZ szabályai a városban továbbra is érvényesek. És azt is szeretném, hogy bár népszerű, meg a közszerű, hogy a közterület felügyelő, meg a parkoló ellenőr az csak azért van, hogy az autósokat molesztálja. Nem. Ők azért vannak, hogy azt a szabályrendszert, amely valamennyiünk biztonságát garantálja, azt betartassák, elfogadtassák azokkal a közlekedőkkel, akik egyébként erre nem hajlandóak. Térjünk még a behajtási szabályokra vissza egy pillanatra. Ugye a főutcát említettük, illetve lesznek még olyan belvárosi utcák, ahová most csak engedéllyel lehet behajtani, de ha a rendelet módosítást elfogadják a képviselők a következő ülésen, akkor változik. Mely utcákról van szó, és mit fog ez jelenteni parkolási szempontból? Hát ahová nem lehet behajtani, ott parkolni sem lehet. És ugye ezek a behajtási tilalmak ma is léteznek a városban, most épp mind a tévében igyekezve kellett félreállnunk, hogy egy ilyen parkolási tilalmat megszegő autónak mutat adjunk, amely a Márton István utcába igyekezett éppen, tehát erre is ugyanaz igaz, mint amit az előbb elmondtam. A legszűkebb belvárosi környezetet fogjuk behajtási tilalommal védeni. Ez alatt értem a Közép utcát, a Márton István utcát, illetve a főtérnek azt a részét, amely nem az áthaladó forgalmat szolgálja, ugye a főtéren ma is több út halad át, hiszen a Kórin utca felől a Gróf út irányába, Gróf út irányából a Szent István út irányába, és majd akkor ezen túl a Gróf út irányából a Vörösszkídon felé át lehet majd haladni a főtéren, de az egyéb részeken nem, illetve természetesen a Kossuth utca ilyen. A Kossuth utcának is az a része, amely majd a tilalom hatály alá fog esni, hiszen a Deák Ferenc utca és a Március 15 tér közötti szakasz továbbra is használható lesz majd a forgalom számára. Három olyan közterületet említett, ugye a Kossuth utcát, a Közép utcát, Márton István utcát, ami és a főteret, ami ugye védett lesz és nem lesz engedélybe hajtani, akkor az azt jelenti, hogy a Kossuth utcára a Bástya felől ráfutó utcákba viszont be lehet majd hajtani? Így van, a többi utcában, amelyben a behajtási tilalom alá esik, megnyitjuk a behajtásnak a lehetőségét.
ezt egészen addig fogjuk tudni fenntartani, amíg a szabályoknak megfelelően fognak ott közlekedni. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk tömeges szabályszegés van, mert mondjuk egy ott működő tánciskolába érkező szülők parkolási díj megváltása nélkül tartózkodnak ott a megengedettnél hosszabb időn keresztül, és ezzel mondjuk ellehetetlenítik ráadásul a forgalmat, akkor nyilván tilalmakat kell majd érvénybe léptetnünk. Mi azt szeretnénk, hogyha minél kevesebb tilalom lenne, és a szabálykövetés, illetve a forgalom önmagát tudná szabályozni, hogyha kellő józansággal érne mindenki a szabadság lehetőségével. Vissza a parkolási rendszerre. Hogyan ellenőrzi majd a Városfejlesztő Társaság? Milyen erőforrások állnak rendelkezésre, hogy a parkolási rendszer szabályait betartassák? A jelenlegi régi díjfizető rendszerben tavaly október 1-től 3 fő parkolóőrrel láttuk el az ellenőrzést. Ez most szeptember 1-től 6 főre fog bővülni, tehát 6 parkolóőrünk fogja ellenőrizni a területeket. Az ő feladatuk az tulajdonképpen nem változik, a kiterjedtebb területeken pontosan ugyanazt a feladatot fogják ellátni, mint eddig. És egyébként a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott esetekben joguk és egyben kötelességük a pótdíjnak a kiszabása, amelynek a mértékét is az említett törvény rögzíti. Mit vár ön? Mit vár az önkormányzat ettől az új szabályozástól? Láttuk már azt, milyen az, amikor nem kell semmiért fizetni. Ez volt a pandémia idején az az állapot, amikor alig lehetett helyet találni, mert nem volt ára annak, hogyha valaki a közterületen tartotta az autóját. Vannak tapasztalatok arra nézve, amikor hirtelen eltűnnek az autók a közterületről, ez amikor a hőmérséklet mínusz 6-8-10 fok köré csökken, akkor hirtelen az autók sokasága tűnik el, mert válnak garázsba, mert akkor hirtelen fontos lesz, hogy megóvjuk az autókat. Most egy köztes állapot kialakulását reméljük, hogy mindenki, aki közterületi parkolást szeretne igénybe venni, talál helyet, és megtalálja lehetőségét annak, hogy a dolgát elintézze ezekben a területekben. Mi azt gondoljuk, hogy ez támogatni fogja a vállalkozásokat, hiszen lesz parkolóhely ahhoz, hogy ott hagyjam az autót a közelbe, és abban az üzletben megvegyem azt, amit szeretnék, vagy igénybe vegyem azt a szolgáltatást, amit szeretnék. Ugye ez egy folyamatos igény volt a vállalkozók részéről. És azt remélem, hogy ez a rendszer a bevételeiből finanszírozni tudja önmagát, sőt, megteremti a lehetőségét annak is, hogy tovább tudjunk lépni újabb parkoló kapacitások kialakításának az irányába, hiszen a terveink megvannak, azok ismertek, mert attól úgy tűnik, hogy nem tudunk ellépni, hogy ne azzal kelljen számon, hogy a gépjármű forgalom a következő évben is növekedni fog. Tehát sokkal több autónak, sokkal több autóval közlekedőnek kell tudnunk nekünk azt a szolgáltatást nyújtani, hogy a Pápai belvárosban meg tudjon állni. Uraim, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták, és a vendégeink voltak. Kedves nézőink, önöket pedig arra kérem, hogy ha még van kérdésük az új parkolási rendszerrel kapcsolatban, akkor ezt tegyék fel nekünk, méghozzá a szerkesztőség kukac@papaimediacentrum.hu e-mail címen tehetik ezt meg vasárnap éjfélig, és vissza fogunk térni még a témára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.